A hónapnak megfelelően kicsit borongós időben, ám annál vidámabb hangulatban került sor az idei útfejlesztések átadására Nagyrédén. Siposné Fodor Judit polgármester elmondta, hogy olyan egy település, amilyen a fő utcája, most végre a nagyközséghez méltó ez az útszakasz. Elég sokrétű volt a feladat, hiszen a belügyminisztérium által támogatott pályázatban a főút páratlan oldala újulhatott meg. Ez jelenti azt, hogy térköves járdaburkolatot építettünk ki, az egészségház felé megújítottuk a régi aszfaltos utat, új járdát vittünk be az egészségházhoz, parkolókat aszfaltoztunk le és térköveztünk le, hiszen ezek saras parkolók voltak, földburkolatú parkolók voltak, nem volt illő Nagyrédéhez. De számos más utcát is rendbe raktak, árulta el nekünk a település vezető. Megújult a Horváth kert utca, megújult, ez egy kilométer hosszú utca, nagyon sok lakóval, 30 éve várták a felújítást. Azt gondolom, hogy talán a település legrosszabb állapotú utcáját sikerült most meleg aszfalttal felújítanunk. Elkészült a haladás köz, és elkészült a Gyöngyösi utca teteje, de parkolót alakítottunk ki az Atkári út elején, az egészségházban is tovább bővítettük a parkolási lehetőséget, megújítottuk a gondozási központ előtti parkolót és a belső udvart is. A polgármester asszony köszönetet mondott a támogatásokért Szabó Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének, aki köszöntőjében elmondta, hogy az összefogásnak köszönhetően sok utat és járdát sikerült megújítani a nagyrédeiek érdekében. A képviselő elmondása szerint a fejlődés nem áll meg itt a településen. A központi részen már mindent felújítottunk, hiszen orvosi rendelő, iskola, önkormányzat épülete, nagyon sok minden megvalósult az elmúlt években. Most a következő, ami nagyon csúnya, az a művelési ház vagy kultúrház. Ott mellette a mozi épület, ami már egyenesen veszélyes, hiszen hullik a vakolat. Ez is egy fontos kihívás. De fontos kihívás az óvodának a bővítése. Hála az égnek nagyon sok fiatal van Nagyrédén, sokan költöznek ide, nagyon sok gyerek születik, ez is. De utak, járdák, az abból sosem elég, tehát a település belterületi útjai, járdái, azt mindig kell fejleszteni. Az ünnepélyes szalagátvágás után megemlítették a jövőbeni terveket, mely útberuházásokhoz, ha pályázati lehetőség nyílik, akkor tovább újulnak meg az utak Nagyrédén.